Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Csokonai Könyvtárban, Fülöp Ilona csoportvezetővel beszélgetünk. Mögöttünk egy nagyon szép kiállítás van, amely az Országos Őszi Könyvtári Napoknak egy rendezvénye volt. Beszéljünk egy picit arról, hogy az elmúlt héten milyen rendezvényekkel várták a kicsiket, nagyokat a könyvtárba. Szeretettel köszöntöm a tévénézőit. A múlt héten zajlott az országos szinten az Országos Könyvtári Napok, amihez 10 éve már mi is csatlakoztunk, vagyis ez a rendezvény már 10 éve indult el, és mi is 10 éve pályázunk és részt veszünk ezen az országos rendezvénysorozaton. Október 5-én indult az őszi könyvtári napok programja. Mi egy szakmai nappal kezdtük ezt a hetet, ahol az iskola könyvtáros tanárokat vártuk egy délutáni rendezvényre, ahol iskolai könyvtárosok és a városi könyvtárosok kapcsolatépítő programjai, megbeszélések és egyéb ilyen összejöveteleket szoktunk tartani minden évben. Ezt most is ebbe az évbe is megtartottuk. Következő eseményünk az október 7-én volt, amikor 10 órakor vártuk a babákat és a szülőket, anyukákat, apukákat, akik egy ringató foglalkozáson vehettek részt Tótné Mártika vezetésével. Majd délután az elsősöket vártuk 14 órára Sólyom Tamás interaktív zenés műsorával, Alig látszom, mégis játszom címmel. És a város elsősei vehettek részt ezen a rendezvényen, ahogy tavaly is, ezzel köszöntöttük őket, hogy iskolába mentek. És hát leendő könyvtár olvasók. Így van, leendő könyvtár olvasókat is köszönthetjük majd később. Mi volt a következő rendezvény? A következő rendezvény az október 8-án volt. Rajzpályázatot írtunk ki, Mondd, szereted-e az állatokat címmel, ahol állatmeséket, állatverseket kellett illusztrálni a gyerekeknek. Többféle korosztályba hirdettük meg ezt a rajzpályázatot, és 8-án volt az eredményhirdetés és a kiállítás megnyitója. Akkor most már elárulhatjuk nézőinknek, hogy ezek között, a csodaszép rajzok között vagyunk, hiszen itt óvodástól egészen a alapfokú művészeti iskolának a diákjai különböző technikával láthatunk itt nagyon sok őzikétől kezdve nyuszikáig, halacskáig, mindent, tehát sok-sok mese megihlette a gyerekeket. Így van. Ezután, az esemény után, amikor megvolt a díjkiosztás, tartottunk egy kézműves foglalkozást, amelyiknek Tök jó nap a könyvtárban volt a címe. Ilyen őszi és tökkel kapcsolatos kézműves foglalkozásokat, hűtőmágnes, Halloween, denevér, bagoly, hasonló kézműves termékeket készítettünk a gyerekekkel közösen. És hát azért itt maradt azért még egy emlék, majd megmutatjuk nézőinknek is, hogy milyen bábú fogadja az ide érkező látogatókat most a kiállításra. Mivel zárultak a könyvtári napok? A könyvtári napok az október 12-én zárultak megyei és országos szinten, ahol minden megyeszékhelyen ilyenkor tartják az elmúlt hét eseményeiből egy összefoglaló záró rendezvényt. Ma ugyan hétfő van, amikor beszélgettünk, tehát zárva vannak, de azért a könyvtárosok ugyanúgy azért aktívan készítik elő a hétre való dolgokat. Mi lesz a következő rendezvényben, még októberben várják, vagy novemberre készülnek? Tehát vannak-e már olyanok, amire esetleg szívesen meghívná a nézőket? Október 27-én egy könyvbemutatónak lehetünk majd részesei, amit dr. Őrsi Julianna szervezett. Én úgy tudom, hogy többféle könyvnek lesz azon a napon bemutatója, és meglepetésekkel is fog a szervező szolgálni nekünk. Hát akkor reméljük, hogy sokan eljönnek, és végezetül a kiállítást meddig lehet megnézni a gyerekrajzokból? A kiállítást október 17-én pénteken este 6 óráig lehet megnézni, amelyre szeretettel várunk minden iskolás, óvodás csoportot és minden érdeklődőt. Jó munkát kívánunk önöknek, köszönjük szépen!
Én is köszönöm, és önöknek is kívánok további jó munkát.